Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozott mindenkit, és rögtön hadd invitáljak, hadd hívjak meg mindenkit arra, hogy ebben az ünnepi szentmisében egy szívvel, egy lélekkel imádkozzunk és kérjük Árpádházi Szent Erzsébet közben járását, hogy 800 év távolságában is az ő lelkülete élő, eleven módon éljen mi bennünk is, közöttünk is. Itt tolnám. Aztán arra is hívok mindenkit, hogy ebben az ünnepi szentmisében több olyan mozzanat lesz, ami egy általános szentmisében nem történik. Például az is, hogy Caritas csoportunk tagjai megerősítik az ígéretüket. Egy-két tag ugyancsak közénk állva elsőként fogja ezt megtenni. Aztán itt az oltár előtt elhelyezett ládákban a Erzsébet cipókat, kenyereket is megáldjuk, hogy ki tudjuk áldott kenyérként osztani. És még mindig nem lenne vége ennek a mai estének, mert egy közösségi estére is hívok mindenkit, hogy egy picit tovább tudjunk együtt lenni, egymásnak örülni. Egy agapé keretében, majd odaállt a katolikus iskolánk egyik termében, ételek, italok, beszélgetések formájában. Mindezek előtt pici csendet is tartsunk. Nemrégiben Jézus fő parancsa volt a vasárnapi evangélium. Ennek a lényege, hogy szeresd az Istent, és szeresd fele barátodat. Mennyire volt zárt, bezárt a szívem. Akár Isten indításaira, akár fele barátaim szükségleteire. Vagy mennyire tudtam abban az érzékenységben, képességben helytállni, hogy nyitott, kinyíló szívű ember legyek. Szándék szerint ezt a mai esti szentmisét Illés Dezső s felesége, Nagy Teréz testvéreink lelküdvére ajánljuk föl. Gyónom. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
Könyörögjünk! Istenünk, Te megadtad Árpádházi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része a fölött boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adja értünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előtt a szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal is. Ez az Isten igéje. Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, s akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Ünneplő közösség, emberileg szólva olyan könnyű összefoglalni Árpádházi Szent Erzsébet életét, életrajzát, hiszen csak 24 évet élt meg. És valóban könnyű ezt így összerakni, egymás után felsorolni, hogy Sárospatakon született 1207-ben, 4 évesen elkerül Warburg várába, későbbi férjének a családjához. 14 évesen köttetődik meg Lajos Öv gróffal, és Erzsébettel ez a házasság, 15 évesen már édesanya, aztán több gyermekes édesanya, 20 évesen már özvegyasszony, és 24 évesen meghal szegénységben, amit önként vállalt. Emberileg szólva, ezt is elmondhatjuk. De mégis azt gondolom, hogy amikor szentekről beszél az egyház, akkor azt is hozzátehetjük, hogy egy szentnek az élete misztérium. Mert valamiképp életében meg halálában, és teljesen függetlenül attól, mikor élt, hány évet élt emberileg. Mégis Jézushoz, az Istenhez hasonult az élete, az önátadottság révén. És amikor ezt a misztériumot is hozzátesszük a pusztán emberi léthez, egyébként talán mindannyiunkat is így kéne látni manapság is. Azzal, hogy megszülettünk, Isten akarta ezt, hogy mikor, hol, melyik családban. Nem önmagamtól lettem, és nem is csak apámtól, anyámtól.
kezdetben még apám, anyám se tudta, hogy kisfiú vagy kislány leszek. Isten már tudta ezt előre. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy maga a születésünk is misztérium. És aztán az életünknek egy nagy szansza, hogy Istennel teljes, megélt élet legyen itt a földi viszonyok között. Van, aki él ezzel a lehetőséggel, őket hívjuk hívő vallásos embereknek. Van, aki nem él ezzel. Talán lehet szép életet élni, odafigyelve egymásra, amúgy is. De azt gondolom, hogy az emberi életünk folyásának a misztériuma akkor jön elő, amikor ez Istennel teljes lét lesz. Amikor nem csak magamra számíthatok, és ezt legfőképp én magam tudom ezt. Ezzel a misztériummal szemlélve Szent Erzsébet életét mindenképp egy példát mutató. Olyan szentünkről van szó, aki 800 év távlatában is nem csak az emlékezéssel tud utat mutatni mai világban, hanem szentről beszélünk. 800 éve élt, de ma is él az Istennél. Isten színről színre látja. Minden szentek ünnepével, halottak napjával kezdtük ezt a novembert. Ne felejtsük el. Két hete. Valahogy az égieket is szemlélni. Amit én is tudok, hogy nem látható. Ugyanakkor erre mondja Szent Pál, hogy keressétek azt, ami odafönt van, a nem láthatót, mert az az örök. És ami itt a földön látható, az meg ma még van, holnap már nem lesz. És ebbe beleértve magamat is, magunkat is. Ez a világ elmúlik. Az egyház így állítja elénk ezt a 24 évet élt szentünket, aki a legismertebb magyar az egész világon. Szent Erzsébet szobra vagy képe a legtöbb templomban fölfedezhető, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is Szent Antal szobrai általában ott vannak katolikus templomainkban. Bármerre is mehetünk, nagy világban, biztos, hogy egy-egy templomban tudunk imádkozni Szent Erzsébet szobra előtt. Mi volt az ő életének titka? Mi fért bele ebbe a földi értelembe vett szűkös, rövid életbe, de ami mégis Isten misztériumával volt átitatódva.
Elsősorban az, hogy lélekben azonosulni tudott az Úr Jézussal, és életre tudta váltani a Mester utolsó ítéletről szóló szavait. Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek, mondja Jézus. Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteire utalva. Amikor a szegénység keresztjét hordozókkal találkozott, felismerte bennük a szenvedő, keresztjét hordozó Krisztust. Amikor az éhezőknek enni, a szomjazóknak inni adott, amikor a hajléktalanokat befogadta, a ruhátlanokat fölöltöztette, betegeket ápolta, szomorúakat vígasztalta, nem csak a szükséget szenvedő embereket, hanem a velük közösséget vállaló Isten fiát is szolgálta. Legfőbb parancsa az életünknek, hogy szeressünk. És talán egymást is, perifériát is úgy tudjuk befogadni a szívünkbe, meg akkor tud igazán kinyílni a szívünk, ha megtanulunk Isten szeretetével szeretni. És az első ebben az, hogy hagyjuk, hogy ez a végtelen szeretet megérintsen, betöltsön, vezessen, szeressen. És Isten attól nagy, hogy ő mindig elsőként képes szeretni. Szeretett lények vagyunk. És ebből a tapasztalatból tud egy tanítás csoport is megalakulni. Önkéntes módon. És nem a dicsfénynek, elismerések bekaszálására, vagy nem arra, hogy mit tudom, mennyi pénzünk legyen belőle. Gyűjtünk, hogy adhassunk. Szervezzük azt, hogy ahol van valami többlet, felesleg, azt jó szívvel összegyűjtjük, és próbáljuk érzékelni, hogy hol van hiány, és oda eljuttatni. És ehhez is kell egy látásmód. Hadd mondjam itt, sokszor nem ott van a nagy baj, ahol nagy a kiabálás. Egy hasonlattal élve, ha van egy nagy baleset, nem biztos, hogy oda kell rögtön szaladni a mentő orvosnak, aki nagyon-nagyon kiabál, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, segítsetek rajtam. Talán ott van a nagyobb baj, ahol csend van már. Ahol nem kiabál senki sem. És ezt a diszkrét látásmódot is meg kell tanulnunk. Szóval Erzsébet ebben nagy volt. Férje palotája környékén lévő szegények iránt. Látta azt, hogy nap mint nap mennyit főznek, aztán az ételeknek egy jó része megmaradt. Kidobásra került volna legtöbbször. És ő is ezt tette, hogy kivitte palotán kívül,
sokakkal megosztva. Úgy élt, hogy nem csak családjára, szeretett férjére és gyermekeire tudott gondolni, hanem azokra az ismeretlen szegényekre is, akikkel maga Krisztus fűzte testvéri kötelékbe. Erzsébetnél még hadd mondjam ezt, nekem nagyon-nagyon tetszik, hogyha egy igazán szerelmes házaspárt kellene elképzelni, akkor Lajos meg Erzsébet, ők tényleg ilyenek voltak. Sokszor a korának szokásait fölrúgva, Erzsébet megtette azt férje iránti szerelemből, hogy Lajos elé lovagolt. Nem otthon várta csupán a négy fal között, kedvenc étellel, elébe ment. És ezzel is kifejezte azt, hogy vártalak, hiányoztál, szeretlek. Megvolt a családjában a szeretet kapcsolat, és ezen túl is képes volt szeretni, mert szívében sokakat tudott hordozni immáron. Nem a család rovására szerette a kinti embereket, de nem csak a családjának élt. És ezt értsük meg. 21. században nagy erénynek tartjuk, néha a temetésekkor ez előjön. Családcentrikus volt a meghalt. Ami igaz, ami nagyszerű, ami nagyon jó. Hál' Istennek, hogy sokan vannak ilyenek. Én mégis azt mondom, hogy valami hiányzik. Szóval azt gondolom, hogy egy édes anyának is a szíve nem csak egy-két gyerekre van kalibrálva. Egy anyai szív több embert is képes hordozni, mint a családjának a létszáma. Mai világban meg már messze nem nagy családokról beszélünk. Ezt is valljuk meg. Tehát ezt az egyensúlyt, hadd mondjam, családját is szerette, és azon túl is sokakat tudott szeretni. Ez az Istenre és minden emberre kiáradó szeretet tette képessé arra, hogy nem csak szeretve és másoktól körül rajongva, hanem ellenszélben, magára maradva is megvalósítsa élete jelmondatát. Tegyétek boldoggá az embereket. Ez volt az ő szavajárása. Ezt a szeretetet egyfajta állandó derűvel végezte. Nem véletlen, hogy halálos ágyán az egyik szolgáló lányának ennyit mondott befejezésként, tudd meg, hogy nagyon boldog voltam. Lehet szimplán is nézni egy ember életét, és lehet a misztérium alapján is. Mindezek után hadd kérjem Caritas csoportunk tagjai, jöjjünk előre, itt a lépcsők előtt megállva egymás mellett. Ígérek lapokkal a kezünkben.
Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetővé tetted, hogy viszont szerettelek, elég mondtad ember testvéreinek, akikben felismerhettelek téged, és jól lehettem velük. Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat cselekedtem. Kérlek, bocsáss meg nekem, a megváltottan embertársaimon. Kérlek, Uram, növelj bennem a százatot, és a szolgálat szeretet, hogy feladataimat örökbe végezzem. A szeretetemről ismerjeinek, emeletességeim, hogy tanulmányok adott. Add, Uram, hogy minden nap hálát tudjak adni az életemért és a rábízottakért. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz. Még maradjunk itt elől, és a két új tagunkat szeretnénk fölruházni, ami nem más lesz, mint egy karitászos sál, amit hadd nyújtsunk és adjunk a nyakakba. Én külön köszönöm mindkettőjüknek, hogy nem itt találkozunk először, hanem már az elmúlt időszakban odaállt a Caritas házban körül, hétköznapokban, éppen a munkák, a szolgálatok kapcsán már több ízben is találkoztunk, és örülök annak, hogy úgy érezték önök is, hogy itt a helyük. Jó Isten segítse továbbra is ezt a adakozó szeretetet. Évának is köszönjük. És egy pici ajándékkal mindannyiuk felé készülgettünk, azzal, hogy a 2020-as eukarisztikus kongresszusra is készülünk. Szeretnénk egy imafüzetet avval átadni, ami talán segítség arra, hogy Istenben mindig kikinyíljon az a szívünk, ami néha be akar zárulni. Úgy bennünk van az a régi ember is, ami nem akar kinyílni, meg ott van az a kegyelmi ember is, aki igyekszik jót tenni, amikor csak tud. Ebben a harcban ez a pici füzetecske is az imáival, gondolataival segítsen arra, hogy nyitott szívű emberek maradjunk. Fogadják sok szeretettel.
Most pedig felajánlással folytatjuk a szent misét. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy még fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeid példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében s a fele baráti szeretetben, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, és nem ment el részvét nélkül, semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, és az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Thank you.
magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalálná gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást, megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedetek kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kín szenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, s hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kín szenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, s ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat, és György püspökünket. Add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmazd testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el. Közöttük Dezsőnek és Teréznek, és légy irgalmas minden megholthoz is, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj föl minket is országodba, ahol az élet teljessége s az örök dicsőség vár ránk.
Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Árpádházi Szent Erzsébettel és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, imádkozzunk együtt a kongresszusért, mennyei atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, magát értünk feláldozó, szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje
és az eukarisztikus kongresszus ünneplése, egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk! Üdvösségszerző szentségeddel tápláltál minket, Istenünk. Kérve kérünk, hogy mi, akik Árpádházi Szent Erzsébetet a szeretetben követni igyekszünk, egykor dicsőségében is részesedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Jövő heti mise rendet most nem fogom részleteiben ismertetni, kinti utcai hirdető táblán is megtaláljuk, elolvashatjuk. Egy valamit emelek ki. Pénteken 11 órakor délelőtt lesz Pirgi József alpolgármesterünk temetése. Egy pár hirdetnivalóm azért mégis lesz. Aktívkorú felnőttek számára az úgynevezett HitNESS. November 26-án hétfőn 6 órakor lesz a katolikus iskola egyik termében. November 24-én jövő szombaton, Krisztus király vigiliáján Tolnán is csatlakozunk a világméretű szentségimádáshoz, melynek mottója Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az alfa és az omega. 5-kor kezdjük a misét, prédikációt nem tartunk, de így 5:30-7 egy órás csendes szentségimádást fogunk tartani. Aztán Krisztus király ünnepén vasárnap van Tolnának, ennek a templomnak a hagyományos adorációs napja. 10. szentmise végén helyezzük ki az oltári szentséget egészen este 5 óráig. Sekrestjében van egy lap, még van egy pár olyan szabad idő pont, ahová még nem jelentkezett senki. Kérésem az az lenne, hogy töltsük föl ezt az idő tartamot, mindig valaki, valakik legyenek azért itt a templomban. 4 és 5 óra között pedig vezetett szentségimádást fogunk tartani, magam is át fogok jönni. Szent Erzsébet napi gyűjtés, ami a szegények megsegítésére szolgál, jövő hétvégén lesz, szombaton, vasárnap. Persejeket, tehát erre gyűjtjük a templomainkban. És az Országos Caritas idei segélyprogramjának mottója, tárjátok ki a szíveteket. Lehet ez csatlakozni abban a formában is, hogy a 13-56-os adományvonalat hívjuk, és hívásonként ez akkor a Caritasban jelentkező összeget von maga után. A kész meghívására november 30-án pénteken 5 órakor Udvardi György püspökatya tart előadást Tolnai Magház könyvtárában. Ünneplés készület, avagy a bűnbocsánat kérdése címmel. Erre is mindenkit szeretettel várunk, városon belül, vagy akár még Tolnán kívülről is. Külön szeretném megköszönni Mözsi Bartók Béla női kar közreműködését, szolgálatát a mai szentmisénken. Külön örülök ezen latin nyelvű szentmise állandó részeknek, felemelő volt. Bevallom, többször úgy behunytam a szememet, és hagytam, hogy vigyen ez az ének is Isten felé. Azt gondolom, hogy az énekeknek is maguk helyén és szépen énekelve ez a funkciójuk,
a liturgiában. Most megáldom azokat a kenyereket, amiket most már láthatunk is, már kibagyuláltuk. Avval áldom meg, hogy utána osztuk is majd a mise végén a kijáratoknál. Ha valaki nagyon éhes, akkor jó étvágyat a vacsorához hozzá, akár nyomban is elfogyaszthatja. Ha valaki még bírja, oda át lesz azért más is föltállalva, akkor hazavieti avval, hogy otthon megoszthatja a többiekkel, a többi családtaggal. Lényeg az, hogy fogyasszuk el, vagy így, vagy úgy. Könyörögjünk. Jézusunk, te a csodálatos kenyér szaporításkor sok ezer embert jól akadtál. Imádságodban, a mi atyánkban is tanítasz, hogy kérhetjük a mindennapi kenyeret. Ugyanakkor arra is figyelmeztetsz bennünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és arra is, hogy ne csak veszendő eledelért fáradozzunk, hanem ami megmarad az örök életre. Szent Erzsébet megmutatta, hogy mindezt hogyan kell jól élni és megvalósítani. Imádkozott, kért is, de bőségesen osztogatott, ajándékozott is, hogy mennyei kincseket gyűjtsön. A kenyeret át is változtattad, hogy önmagaddal táplálj minket, Jézus. Szent Erzsébet kötényében pedig rózsákká változtattad, hogy a szeretetet őrizd. Éppen ezért áld meg ezen kenyereket és cipókat, hogy Szent Erzsébet közben járására a szeretetet táplálják, hogy az áldást, az ajándékozó szeretetet mindig tudjuk gyakorolni, és hogy mindig legyen előttünk nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amen. Szent Erzsébet, könyörög érettünk. Még annyit, hogy kisasztalkákon van ez az adásidő, Caritasos újság, ingyen, grátisban el lehet vinni, bele-bele olvasva. Adom az áldást, és megkérem a munkatársakat is, hogy akik majd itt a kenyereket osszák, vigyék akkor a kijáratunkhoz, és az egész közösségünket, akik jelen vannak, meghívom oda átra a közös agapéra még. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.